Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Kuzmány István vagyok, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szalóki Ágit. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye 12 hírnök, 12 beszélgetés, te is elvállaltad az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a hírnöki tisztségét, és e kapcsán fogunk most beszélgetni így a kongresszus előtt egy karnyújtásnyira. Először is engedd meg, hogy az oldaladról hát kipuskázott életrajzot felolvassam, hogyha valami olyan van, amit mindenképp kiegészítenél, akkor természetesen lesz rá mód. Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra. 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Példaképei és mesterei Sebestyén Márta, Dress Mihály, Szakcsi Lakatos Béla, valamint erdélyi magyar és cigány falusi énekesek. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. Itthon 9 nagy lemeze jelent meg, és ezek közül 8 megjelent Japánban is. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös fonogramdíjas, Artisius előadói díjas, regionális prímadíjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész. Bennem legelső kérdés az lenne, hogy Japánban 8 lemez jelent meg, mert hogy nagyon szeretjük katolikus berkeken belül Nemeshegyi Pátert, szeretjük a japán-magyar kapcsolatokat, ennek is tudható be többek között, hogy megjelent a lemez? A japánoknak van egy olyan rétege, amely nagyon érdeklődő, szeretnek utazni, tanulni ugye a külhoni vagy külföldi kultúrákból. Ugye a 19. század derekáig nagyjából zárt volt ugye az a szigetország, és aztán megnyílt, de a japán tradíció az ma is azért erősen él, és annak a hagyománya is, hogy a külföldről behozott tudást aztán ők tovább gondolják, és beépítik a saját kultúrájukba. Szerintem ez egy eléggé egészséges attitűd. És nagyon-nagyon nyitottak mindenféle népzenére, köztük a magyar népzenére, és ezt tudni kell, hogy a magyar népzene a Kodály Zoltán és a Kodály módszer által már nagyon régóta jelen van Japánban, és magyar, a Zeneakadémián magyar népzenével foglalkozik egy tanárnő, akinek külön a magyar népzene, és ezen belül Bartók és az ő népzenei gyűjtő munkássága a speciális területe. Tehát, hogy ott is előadást tartottam a Zeneakadémián. Tehát, hogy van egy olyan réteg, amelyik nagyon érdeklődik a magyar kultúra, magyar népzene iránt. De nem csak népzene jelent meg Japánban, hanem könnyű zenei előadók és klasszikus zenei előadók albumait is szívesen veszik, mert hogy ott megveszik még a lemezt. Értéke van a lemeznek, tehát ott már a világ szinte minden országában megszűntek a lemezboltok, Japánban még mindig tartja magát a 7 emeletes lemezbolt, ahol külön osztályon található meg a világzene és a népzene, és köztük az én lemezeim is. Egy japán impresszárió eljött Európába, köztük Magyarországot is meglátogatta, és megkeresett néhány magyar
lemezkiadót, még a 2000-es évek közepén, és akkor megtetszett neki a 2005-ben megjelent Hallgató című lemezem, és ez egy biztosíték volt számára, hogy akkor, ha nekem a jövőben megjelenik más lemezem, akkor ő azt mind szeretné eljutatni a japán közönséghez. Ez a mentalitás, hosszú távon gondolkodás és befektetni vágyás, ez igencsak irigylendő, úgy gondolom, vagy tanulandó, hogy valaki azt mondja, hogy nyilván tőke is kell hozzá természetesen, de ízlés, elhatározás, érdeklődés is, hogy valaki azt mondja, hogy engem érdekel ez, és én ezt szeretném eljutatni a közönségemhez, és akkor figyelek, és mindig ügyelek arra, mindig odafigyelek arra, hogy mi az újdonság. Tehát... Erről nagyon jó hallani. Igen. Megdöbbentő volt azt is nézni, amikor Ferenc pápa, hát most már talán 4 évvel ezelőtt járt Japánban, és... többek között Hiroshima-ban, ugye Tokióban is volt szentmiséje, meg különböző beszéde, és pont Hiroshima-ban szakadt az eső, de kegyetlenül. És akkor pont akkor még élt Nemeshegyi Páter, és neki mondtam el, hogy hát számomra hihetetlen volt ez a benyomás, hogy a szakadó esőben kint volt több 10 000 ember, és hát hallgatta. Mindenki esőkabát volt, ilyen kvázi egyeneskabát volt, és látszott, közelről mutattak kamera az arcokat, hogy abszolút készültek erre a találkozásra, és ott voltak, és hát még az eső se tántorította el őket. Ugye, ahogy olvastam az életrajzodban, Tokióban is már koncerteztél. Igen. Hogy milyen a japán mentalitás, te teljesen hétköznapian közelről nézve, amikor kint vagy Tokióban? Azért azt elárulom, hogy keveset voltam kint Japánban, tehát alig pár napot, tehát azért inkább csak benyomásokról tudok beszámolni. De nagyon figyelmes közönség volt. Már önmagában a zenehallgatásnak a szokása megváltozott az utóbbi másfél évtizedben. Rengeteg információval megzavarjuk magunkat, és a fókuszálás képességét, ami egyébként ugye az imádságban is, vagy akár a meditációban is nagyon fontos, azt minthogyha elveszítettük volna. Csak zárójelben mondom, hogy ugye a pici fiamnak, hogyha kiteszek egy játékot, akkor inkább csak egy játékot teszek oda neki, mert nem akarom elhalmozni mindenféle információval. És a japánok a koncert első percétől az utolsóig figyelmesen hallgatnak, zenét hallgatnak, és élvezik is ezt. És utána azt hozzáteszem, hogy énekeltem japánul is egy éneket, amit nagyon hát hálásan, nagy tapssal jutalmaztak, és utána pedig volt dedikálás, és én egy picit elszontyolottam, mert a koncert végén, az utolsó taps után, mint hogyha csak varázsütése, hogy eltűntek volna, és gondoltam, na hát akkor ez ennyi volt, ők már mennek tovább. És aztán a legnagyobb meglepetésemre, mikor mondták, hogy akkor tudtam, hogy lesz dedikálás, csak ugye gondoltam, hogy hát akkor senkinek nem fogok dedikálni, és akkor egyszer csak a legnagyobb meglepetésemre mondták, hogy akkor majd most kezdődik a dedikálás. Mondom, és hát hol vannak az emberek? Hát kint várakoznak az utcán, és a sor egészen a sarokig elért, a metró bejáratáig, és hát vártak a sorukra, tehát először elhagyták az épületet, és utána sorba álltak, és utána újra bementek az épületbe. Tehát ugye fegyelmezett emberekről van szó, jellemzően tisztaságra ügyelő emberekről van szó, tehát nincsen elhelyezett szemetes az utcákon, és kérdeztük, hogy de akkor hova teszik a szemetet? Hát beteszik a táskájukba, és otthon kidobják szelektív módon. Tehát, ennyire figyelmesek. Igen, ez jól esett. Az is jól esett, hogy oda jöttek hozzám olyan emberek, akik arról számoltak be, hogy olyan nagy hatással volt rájuk a valamelyik lemezem, hogy elkezdtek magyarul megtanulni, vagy azóta járnak magyar táncházba. Tehát, hogy nagy megtiszteltetés egy művész számára,
arra, amikor azt érzi, hogy, hogy valami küldetése van, és valamit át tud adni, és ezáltal egy másik emberben nyomot hagy, vagy el tud indítani valamit. Tehát, hogy valódi hidakat tudunk építeni nemzet és nemzet, kultúra és kultúra között. Most arról beszéltél, hogy ugye valamit elindítottál emberekben, de benned mikor indult el a zene iránti szeretet? Azt hiszem, hogy még az anyukám hasában biztos, hogy énekelt nekem édesanyám, édesapám is. Mindketten pedagógusok, pedagógus végzettségűek és zeneszerető emberek, és nincsen egy éles emlékem arról, hogy mikor hallottam otthon először zenét, de az egészen biztos, hogy születésem óta zene, mese, vers, mondóka ölel körül. Úgyhogy az anyanyelv szeretete, ismerete, a zene, és ezen belül a magyar zenei tradíció szeretete az valóban nekem gyökereket adott, olyannyira, hogy a hivatásomul is ugye részben ezt választottam, hiszen a népzenét ezt soha nem engedtem el, mindig fontos része volt a zenei munkásságomnak. Miért tartott fontosnak ha szabad így fogalmazni, a mese kultúrával való foglalatosságot, hiszen pont amikor pandémiás helyzet volt, akkor minden este elmondtál egy mesét a nagy közönségnek. Most nem vallom be a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy én is bele-bele hallgattam, és jó volt kiszakadni abból a dologból, amiben az ember benne volt. Miért fontos felnőttként mesét mondani, hallgatni? Ez egy ösztönös választás volt részemről, hogy a mesékhez fordultam a pandémia kezdetekor, az első néhány hónapban, ugyanis azt nem titkolom, hogy engem is váratlanul ért, és tehát nehéz volt ez a helyzet, úgy gondolom mindannyiunk számára, hiszen 25 évnyi folyamatos izgágaság után, hiszen én folyamatosan utazom, és jövök, megyek, és hónapokra előre tervezek, és nagyon aktív egy akár csak olyan sikeres zenész élete is, mint amilyen én vagyok. Egyszer csak ott találtam magam ugye egy olyan helyzetben, hogy nem tudom, hogy mi lesz, hogy mit hoz a holnap, ugye, hogy a karádi dalokban éneklem, hogy holnap, ki tudja holnap, látsz-e még. És akkor gondoltam, hogy hát valamit szeretnék csinálni. Az első az volt, hogy elkezdtem mesélni. Tehát ugye a mese a lelket gyógyítja. Tehát az egy dolog, hogy én másoknak, hát szerettem volna adni valamit, hogy én továbbra is folytathassam azt a tevékenységet, amit végül is kicsi korom óta, szerettem kicsi koromban is szerepelni, verset mondani, mesélni, versmondó versenyeken és mesemondó versenyeken, szépkiejtési versenyeken indultam. Tehát, hogy ez a szereplés vágy, hát ez Isten mindig megvolt bennem, és én azt gondoltam, hogy én ezt most is szeretném, mert ez belső igényem, vannak befele forduló embertípusok, és vannak olyanok, akik szeretnek adni magukból, és én ilyen vagyok, és az az igazság, hogy nekem ez egy ünnep volt, valamiféle kis szertartás minden este, de valójában ez az adok-kapok is működött, hiszen ez nekem is jó volt, tehát maga a mese, mint gyógyító eszköz is jó volt, meg az is, hogy valakihez tudok szólni, tehát hogy közönséghez tudok szólni. Úgyhogy volt, amit fejből mondtam, felolvastam a teljes János Vitézt, ami egy üdítő élmény volt számomra, hiszen utoljára gyerekkoromban olvastam, aztán elővettem mesegyűjteményeket, és például a Parasz Bibliából is olvastam, szóval egy jó dolog volt, és aztán pedig, mikor kicsit megnyugodtam, akkor pedig rájöttem, hogy na jó, hát akkor én elkezdek tanítani. Úgyhogy most akkor így elkezdtem a tanítást is, az már régóta érlelődött amúgy is.
És akkor hol tanítasz most pontosan? Online. Tehát ez az online. Igen. A kisfiam születése óta nem tanítok, de újra kezdem majd hamarosan. Most már így a harmadik, hát mondjuk azt, hogy kurzust kezdem el. Magyar népi éneket tanítok. Hát azoknak, akik jelentkeznek rá, most már felvételiztetni fogok, mert hát most, igen, nagyon élvezem, én ezáltal is tanulok, meg úgy érzem, hogy hasznos is vagyok, akkor így, tehát készülök arra az időszakra, amikor esetleg majd megint nem lehet menni koncertezni. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Említetted, hogy szeretsz adni. De magam is, mint aki ugyancsak szeretek adni, akár prédikációban, akár írásban, akár egyebekben, sokszor megtapasztalom azt azért, hogy hát ugye akár egy prédikációnál maradva az ember felkészül rá, elmélkedik, oda teszi magát, és akkor utána, mintha egyfelől egy nagyon jó érzést tölti el az ember, de utána egyfajta üresség is. Tehát, hogy akkor van egy pont, ami után már nem tud az ember adni egy ideig, hanem ő is nyitott arra, hogy kapjon. Te hogyan töltekedsz ezzel? Nagyon szeretek a természetben járni, és ezt is a szüleimtől, egyébként elsősorban az édesapámtól kaptam a természet szeretetét. Azért mondom, hogy ezt is, mert hogy a zenei neveltetésemben nagyon nagy szerepe van az édesapámnak. Neki van elsősorban a családban zenei vénája. Rengeteget kirándultunk gyerekkoromban, nagyobb túrákat inkább kamaszkoromban kezdtem el megtenni, és azt, hogy mit tud tenni az akaraterő, hogy mire képes a hit, hogy mi az, hogy átmenni egy hullámvölgyön, mi az, hogy a fáradtságon túl lendülni, én ezt a kirándulásokon tanultam meg igazán, mert hogy azért tényleg az ember, hogyha neki lendül és 20-30-40 kilométeres túrákat tesz meg, vagy akár csak egy zarándoklaton megy végig, akkor ugye nem csak a lába dolgozik, hanem természetesen ez egy lelki folyamat is. Úgyhogy igen, nekem elsősorban a természet és a mozgás az, ami sokat ad és felüdít. Most is olyan helyen lakunk, már nem Budapesten, hanem Budapesthez közel, egy olyan településen, ahol karnyújtásnyira van az erdő, és jó levegő van, és nagyon-nagyon sokat ad. Tehát nem voltam nyaralni, nem utaztam el csak oda, ahova a munkám szólított, és mégis úgy érzem, hogy tudtam töltekezni, de ezt hozzá kell tennem, hogy ehhez egy kicsit meg kellett öregedjek, hogy mondjam, az idő el kellett teljen, hogy rájöjjek, hogy jó utazni, tehát hogy fizikailag megtenni nagyobb távolságot, ugyanakkor az a belső utazás, amit az ember képes megélni, hogyha hát igazán meg tudja teremteni magában a harmóniát, a békét, az legalább olyan értékes, hanem értékesebb, mert sokszor ugye hajhásszuk a mindenféle lehetőségeket, hogy ide menjünk, oda menjünk, mindig máshol akarunk lenni, mindig máshol keressük a boldogságot, mint ahol vagyunk. De én ennyi utazás után tudom azt mondani, hogy jó egy helyben is lenni, de nem akarok álszent lenni, mert hogy én tényleg nekem volt lehetőségem sokat utazni, de csak becsukom a szemem, és elképzelem, hogy hol vagyok éppen, vagy hogy nem kell nagyon messzire mennem. Természetesen a zenehallgatás, az olvasás, a színház, a barátok, a család is ugyanilyen felüdülést, feltöltődést jelent számomra. És az utóbbi években nem tudom, hogy milyen kifejezést használjak, szóval, hogy azt hiszem, hogy én találtam vissza jó Istenhez
mert ugye Jóisten mindig ott volt velem, de hogy felüdülés számomra az is, hogyha ha elmegyek egy szent misére, és egy igazán jó prédikációt hallok, de felüdülés, vagy hát nem teljesen ez a jó szó, de mondjuk az, hogy lelki megbékélést ad az, és különösen kötődik ez a tevékenység az áldott állapotomhoz is, hogy azok az imádságok, amelyeket ebben az időszakban, sőt, még az azt megelőző időszakban elmondtam, azok nagyon-nagyon sok erőt adtak nekem. Ezekből említenél egy párat? Milyen imádságok azok, amik így erőt adtak az elmúlt időszakban? Ezek személyes kötött imádságok, vagy vegyes, egyéni? Igen, tehát azokat a tradicionális imádságokat mondom el kezdetben, amelyeket én tanultam mondjuk hittanon, vagy az édesapámtól, vagy a templomban. És aztán hosszú idő után először egyszer csak elkezdtek kigördülni a szavak a számból, megjöttek a gondolatok, anélkül, hogy bármiféle mesterkértséget éreztem volna, vagy gátlást azzal kapcsolatban, hogy hogy is szólítsam meg a Jóistent, hogyan szólítsam meg Szűz Máriát, hogy hogyan szólítsam meg a családomban valaha élt nőket, akik édesanyák voltak, mert hogy őket is megszólítottam, hogyan szólítsam meg személyesen Jézust. Szóval, hogy nem tanultam senkitől, és mégis úgy érzem, hogy mintha mindaz, ami az elmúlt, vagy az eddigi életemben történt, tanultam, az valahogy, mintha egyszer csak így kibomlott volna, és olyan természetesen azt jelentette volna, hogy hát akkor kapcsolódj a jó Istenhez, ahogy szeretnél, és ahogy tudsz, és akkor már nem kellett gondolkodnom. Korábban beszéltél belső utazásról, hogyha ezt is mondjuk ennek a lineáris síkjára vetítjük, akkor honnan indult a te hited? Családi örökség? Voltak-e hullámvölgyek? Vagy ez tényleg egy lineáris történet? Én emlékszem bizonyos mondatokra még egész pici gyerekkoromból, amik arról szóltak, hogy a Jóisten jelen van, és hogy a Jóisten lát minket. És emlékszem arra, hogy megpróbáltam elbújni a takaró alá, és kérdeztem, hogy na de most is lát, és még mindig lát? És tehát édesapám nagyon jó pedagógus, és szeretve, de a feladatot komolyan véve, de játékosan nevelte, és természetesen ugye a koromat, érettségemet figyelembe véve ismertette meg velem a Bibliát is, a bibliai történeteket, és egyáltalán azt a gondolatot, hogy mit jelent Isten hívőnek lenni, és hogy mit is jelent az, hogy létezik Isten. Az ünnepek nagyon sokat jelentettek nekem. Gyerekkoromban elsősorban a karácsony volt az, amit összetudtam kötni ugye Jézus születésével, és aztán pedig ugye a templomi készülődéssel, tehát ugye már mondjuk 8-9-10 éves koromban minisztráns is voltam, illetve én inkább kórista voltam a rózsáktéri templomban. Aztán részt vettünk ugye húsvétkor is a passióba, tehát hogy szerves, Vértesaljai László atya volt a pap,
nagyon szerettük, mentünk vele kirándulni, tehát hogy volt egy, elindult egy ilyen neveltetésem, de aztán elváltak a szüleim, és mi édesanyámhoz kerültünk vele, nevelkedtünk elsősorban, tehát hétköznapokat vele töltöttük, és hétvégén találkoztunk az édesapámmal. És aztán jött a kamaszkor, ami egy kicsit rányomta a bélyegét arra, hogy hát én akkor merre tartsak, és én bizony lázadtam, és az édesapám ellen lázadtam, és nem fogalmaztam meg, de tulajdonképpen kicsit a Jóisten ellen is lázadtam, nem is kicsit, hanem elég, hát hogy mondjam, rossz utakra tévedtem. Én azt gondolom, hogy sokan, akik a hitükhez visszatérnek, vagy rátalálnak a hitre, azok valahol találkoztak a pokollal, vagy megérintette őket a pokolnak a kénköves bűze és lángjai, mert hát én elmondhatom azt, hogy volt az a pillanat, amire emlékszem, amikor azt mondtam, hogy innen az út csak felfele vezethet, csak a fény fele, mert ha ennél rosszabb lehet, akkor az már nem az élet. Most ezt nem részletezném, hogy mi volt ez a pillanat, de bizony nagyon nehéz helyzetekbe sodortam magam, pedig mindig volt lehetőség választani. És ezekben a nagyon nehéz helyzetekben mi az, vagy ki az, aki segített? Hát... Hogy vissza tudjál ítélni? Az, hogy tulajdonképpen az a magocska, ugye, a hitnek a magva, az mindig bennem volt. Az soha el nem halt. Lehet, hogy mondjuk... gyenge volt a tartásom, gyenge volt a hitem, és könnyen hát elcsábítható voltam erre, arra hajlítható voltam, de az, hogy tulajdonképpen túlzás nélkül, hogy én életben maradtam, és hogy az átvitt értelemben is a tisztán látásomat, és a józanságomat, és a lelkem tisztaságát, azt nem adtam el, az annak köszönhető, hogy a Jóisten nem engedte el a kezemet, tehát hogy a Jóisten látta, tényleg látta még a pokróc alatt is, látta, hogy ott van bennem ez a csíra, és hogy végső soron eljött az a pillanat, amikor én azt éreztem, hogy merre vezet az út. De nem volt ez egy gyors közeledés, hanem egy nagyon hosszú, legalább másfél évtizedes, vagy közel másfél évtizedes folyamat, és aztán egyszer csak ott találtam magam a Szent Misén újra. És hogyha visszatekintesz a zenei pályafutásodra, hogy látod, hogy volt olyan, hogy a zenei pályafutásod kihatott a hitedre, vagy fordítva? Hogy a hitet segített a zenei pályafutásodban? Mondjuk olyan pillanatra emlékszem a 2000-es évek derekáról, amikor minthogyha a pillanat ki merevedett volna, és mikor tudatosodott bennem, hogy nem én vagyok a középpontban, tehát állok a színpadon, állnak előttem, mit tudom én, pár százan vagy pár ezren, de én közvetítek valamit. És ez nem éppenséggel, nem feltétlen, de úgy érzem, hogy ez is már csírája volt annak, amikor arra a következtetésre jutottam, hogy itt van valaki, vagy valami, aki az ember fölött áll, és tehát ugye a szereplés különösen alkalmas arra, hogy az ember elájuljon a saját nagyságától és tökéletességétől, saját egóját felpumpálja a végletekig,
és elkezdje nagyon imádni magát, de hogyha tudatosul az emberben, hogy hát nekem lehetőségem van zene által valamit adni, valamit közvetíteni, de hát ez egy adomány, amit kaptam, tehát akkor úgy is kell visszanyúlnom a közönséghez, tehát hogy szeretettel, tehát ugye nem, és akkor elkezdtem nézni az embereket, akiknek énekeltem, tehát akkor már egy más attitűddel szerepeltem, tehát nem voltam zavarban, meg nem próbáltam tenni-venni magamat, hanem nekik énekeltem, és sokáig becsukott szemmel énekeltem, és akkor aztán végképp úgy éreztem, hogy hát akkor kinyithatom a szememet, és belenézhetek az emberek szemébe, és valami akkor ott azt hiszem elkezdődött. Egyébként, ami engem ugyanúgy megtalál, hogyha néző vagyok, hogyha például egy bizonyos előadókat hallok, mondjuk például Cecilia Bartolit, akkor ott a jó Istent hallom megnyilvánulni. Tehát Cecilia Bartoli énekel, az én könnyem meg hullik, tehát az egy olyan megtisztulás, egy olyan katarzis. Ez egy felelősség, hogyha valaki adományt kap, tehetséget kap. Más, ami ilyen helyzetben, mondjuk volt a Budapest Bábszínháznak egy előadás, amiben én főszerepet kaptam, és ott szinte minden előadás előtt imádkoztam, mert nagyon azt éreztem, hogy nem tudom miért korábban nem jött ez elő bennem, de segített az összpontosításban, a megnyugvásban az, hogy én ott és akkor a legjobbat tudjam adni a gyerekeknek. Munkásságodnak az egyik fontos része a gyermekekkel való foglalkozás, rájuk vetülő figyelmed énekben, mesében, egyebekben. Az elmúlt időszakban az a csodaért, hogy édesanya lettél. Hogyan élted meg ezt az időszakot? A várakozás idején? Hát egészen biztos, hogy csoda, mert bár nagyon hálás vagyok az orvosaimnak, de az egészen biztos, hogy bármennyire is szívből vártuk az Áronkát, és bármennyire is legnagyobb tudásukat adták az orvosok, akik 5% esélyt jósoltak, bár bíztattak, hozzáteszem, ami az nagyon-nagyon fontos lelki támogatás, de hogy a kisfiam mégiscsak a 95%-ot választotta, és nem az 5%-ot, azt én tényleg csodának gondolom. Tehát egyszer bele szálltam egy vitába, ahol anyukák, várandós vagy gyermekre vágyó anyukák vitatkoztak a Facebookon, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon görcsösen ragaszkodnak az orvosaikhoz, és hogy nekik tulajdonítják azt, hogy gyerekük lett. És én mondtam, hogy én is nagyon hálás vagyok az orvosomnak, de nem gondolod-e azt, hogy személyesen te és a te hited segített, mert hogy itt nem mi rendelkezünk minden felett, hanem hát van a teremtő, aki hogy mondjam, nagyobb hatalommal rendelkezik, mint az, ami mekkora mi akaratunk, vagy vágyunk, vagy amekkora az orvosi tudás, hát hiába. Tehát az orvosnak ugyanolyan paraméterekkel egy nőnek lesz gyereke, a másiknak ugyanazok az eredményei, és nem lesz. És mióta Áron megszületett, azóta látsz valami olyat, hogy azt mondtad, hogy hú, hát erre nem is gondoltál, hogy újra értékelődött benned akár a művészetednek egy-egy szegmense? Hát formálódom, tehát az anya létem az
mint hogyha most nyiladozna, és most kezdődne, de közben mindig is bennem volt. Ezt érzem. Sok dolgot úgy tűnik, hogy ösztönösen jól csinálok, csak azért gondolom ezt, mert hogy ez tükröződik vissza a kisfiamon, hogy ő jól van, és ő derűs, és egy boldog kisbaba. Rengeteget énekelek neki, és verset mondok, és mondókázom, és nagyon szívesen vagyok vele, megmondom őszintén, otthon. És tehát ez a sok rohangálás, meg kicsit hát férfiasan aktív élet, az most egy más, hát tehát, hogy mondjam, ez egy másik dimenzió már számomra. Tehát, hogy ez az anya lét, ez egy sokkal lassabb, sokkal lágyabb, sokkal befogadóbb, sokkal figyelmesebb lettem, tudok előre tervezni, még inkább, mint korábban tudtam, gondosabb is lettem, tehát, hogy ezeket hozzá elő belőlem. Sok-sok olyan dallamot, verset, mondókát hoz felszínre belőlem, amelyekről nem is gondolkoztam az elmúlt évtizedekben, és látszik, hogy mégis ott vannak. Úgyhogy elsősorban ezt hozta elő belőlem. Aztán majd meglátjuk, még nagyon a kezdetén vagyok. És mit tervezel mostanában a jövőben tekintve? Nem is annyira most a záróra gondolok, hanem a művészi pályafutásodra. Hát tulajdonképpen most jutottam el oda, többek között a Covidnak és az anyaságnak köszönhetően, hogy olyan nagyon előre nem tervezek most, de van feladatom, hála Istennek. Például egy mesekönyvet fogok felolvasni a Kiskunsági Nemzeti Park felkérésére. Ugye, ahogy mondtam, szeretek a természetben járni, és a természetben felfedezni. És ez a mesekönyv is azért született, és azért lesz belőle hangos könyv, hogy hát népszerűsítsük a gyerekek és pedagógusok körében is a természet szeretetét. Volt Fekete Istvánunk, csodálatos Lázár Ervinünk, akik szerették és ismerték a természetet. Most ez egy új mesekönyv, kortárs írók meséivel. Barangolunk a természetben, és felfedezünk növényeket, állatokat, és ez például egy nagy feladat számomra most, aztán ugye a tanítás is majd elkezdődik hamarosan, illetve egy riport kötet készül majd velem, itt az édesanyám révén a cigány gyökereim ről kéne egy kicsit nekem is többet tudnom majd, és felkészülnöm, mert lesz majd fókusz a cigány származásomon is. De hát a közeljövőre, hogyha tekintünk, akkor ugye hát itt lesz a pápa látogatás néhány nap múlva. Talán már ez a beszélgetés majd lemegy addigra, de itt most ugye hamarosan ellátogatok Esztergomba, ahol hát abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy ugye az esztergomi plébánossal beszélgethetek a nagykövet társaimmal egyetemben. Lesz még néhány koncertem a nyáron, és aztán meglátjuk, hogy mit ad az élet, és egy kicsit nem annyira a tervezésé lesz a jövő, hanem egy kicsit megtanultam azt is, hogy legyen úgy, ahogy a jó Isten akarja. Szeptember 5-e és 12-e között rendezzük meg
Magyarország fővárosában, Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, aminek te is a hírnöke vagy, ahogy az előbb említetted. Hogyan fogadtad a felkérést? Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra. Bevallom, hogy amikor a felkérést kaptam, akkor olyan pörgő életet éltem, hogy olyan igazán fel sem fogtam ennek a jelentőségét. És aztán ugye eltelt egy év, mert ugye a COVID felülírta a terveket, és 2020 helyett 2021-ben valósul meg az eukarisztikus kongresszus. Na és akkor ugye egy kicsit hosszabb, csendesebb időszak után végre felfogtam ennek a jelentőségét, és megmondom őszintén, hogy amikor volt egy ilyen belső eligazítás, egy ilyen tájékoztató számunkra, nagykövetek számára, és amikor ugye azt mondta az atya számunkra, hogy mi nem csak magunkat képviseljük, hanem egyrészt egymásért is felelősek vagyunk, másrészt magát az egyházat képviseljük, és hírnökök vagyunk, mint az angyalok. Na hát akkor egy kicsit megszöppentem, hogy hát komolyan kell ezt venni, és hát nagyon nagy megtiszteltetés volt átvenni a bíboros úrtól az oklevelet, és hát egy olyan társaságba kerültem, ami már önmagában is megtisztelő, de az, hogy szolgálhatom a katolikus egyházat azáltal, hogy hírét viszem a kongresszusnak, az, és ez a bizalom, amit kaptam, mert hát azért én egy kis rossz gyerek maradtam, én mindig rossz csont, megszegek mindenféle szabályokat, meg nagy a szám, meg szeretek, harcos vagyok, és vitatkozom, és tehát nagyon sok szabályt nem szegek meg, tehát a félreértés ne essék, hanem például azt, hogy néha nem tudom, hogy hol a határa abban, hogy harcos legyek, de hogy ezt a bizalmat megkaptam, ez nagyon nagy ajándék. A találkozás ünnepére is készülünk, ugye találkozni szeretnénk az Úr Jézus Krisztussal az oltári szentségben, akkor Ferenc pápával, veled, sok mindenki mással. Te hogyan készülsz, mire számítasz az egy hét alatt? Nekem nagymamám sokat mesélt a lánykori élményéről, az 1938-as eukarisztikus kongresszusra. Nekem ez egy felemelő élmény volt, és maga az a lehetőség, hogy hívő emberek együtt, nagy tömegben legyenek együtt, és együtt vallják meg a hitüket, és együtt forduljanak a Jóisten felé, ez már önmagában egy hatalmas lehetőség, és én azt gondolom, hogy egy felemelő esemény. Ugyanakkor nagyon színes programokat kínál az eukarisztikus kongresszus, és én szeretnék ellátogatni több eseményre. Lesz egyébként családi nap is, így van, szeptember 11-én. És azért is tartom fontosnak, hogy végre egy ilyen van, nem mint hogyha minden évben egy ilyet meg lehetne szervezni, de hogy azért... Hát mostanában azért úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy Jézusi módon, Jézus bátorságával, tartásával és harcosságával, de méltóságával merjük megmutatni és kinyilvánítani, vállalni azt, hogy mi hívők vagyunk. Természetesen ez egy nagy felelősséget is ró mindannyiunkra, mert nagyon sok támadás éri a kereszténységet és a keresztényeket. Hogy mondjam, megsokszorozódik az erőnk, és talán ezáltal a hitünk is valamiféle
megújuláson eshet át, hogyha megéljük azt, hogy hát nem vagyunk egyedül. Habár nyilvánvaló az ember, hogyha olyan helyzetben van, mint mondjuk egy fogvatartott rab, akinek nincsen lehetősége másokhoz kapcsolódni, annak a hite ugyanúgy erős maradhat, de azért a közösségnek nagy ereje van, és hát ki bulizni megy, ki nem tudom, ilyen vagy olyan célért, ügyért felvonulni. Mi hívők, hogyha együtt vagyunk, és az Úristent dicsőítjük énekekkel, imádsággal, annak is bizony nagy ereje van. Úgyhogy én arra készülök, hogy megpróbálok minél több eseményen részt venni, és hát büszkén jelen lenni. Olyan jó visszagondolni egyébként az Irgalmasság Szent Évére, amikor a pápa hozott egy nagyon bölcs döntést, hogy akár azt mondta, hogy az irgalmasság kapuja ott van a börtönben azok számára, akik a saját börtön cellájukban élnek, tehát akik nem tudnak elmenni a templomunkba. Azt mondta, hogy nem csak a négy pápai bazilikában nyitjuk meg az irgalmasság kapuját, hanem minden egyház megye székes egyházában, minden kegyhelyen, hogy nem kell messzire elzarándokolni, hogy ez ne legyen akadálya. És azt hiszem, így vagyunk az eukarisztikus kongresszussal is, mert talán a pandémia segített bennünket abban, hogy megtapasztaljuk azt, hogy akár amikor leültünk este, a meséid által elröpültünk Meseországba, hát itt is az online tér segítségével is, személyes jelenlétünkkel is kell annyira bátrak legyünk, hogy meghozzuk azt a döntést, hogy mi is egy családhoz tartozunk, és köszönjük, hogy ebben erősítesz minket a hírnökségeddel, és hát arra búzdítunk mindenkit, minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót, hogy hát találkozzunk együtt Jézussal, Ferenc pápával, Szalóki Ágival, és a többiekkel az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Egy nagyon kedves kötelességem maradt még hátra, méghozzá az, hogy figyelmükbe ajánljam a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának a honlapját, a www.iec2020.hu oldalt. Ott van egy regisztrációs fül, hogyha valaki még nem regisztrál, de szeretne részt venni akár a kiemelt eseményeken, vagy akár olyan gondolata támad, hogy már lemaradt a regisztrációról, de mégis szeretne részt venni, minden kérdésre ott választ kap, ott találtok, illetve találnak egy telefonszámot, tehát nincs akadálya annak, hogy együtt tudjunk találkozni Budapesten. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.